mindig fürdik a gólya, mégis száraz a tolla. Az én kedves kis angyalom a legszebb leány a faluba. Színpadon a Szimbavölgyi Néptánc műhely. Tanáruk Lévai Anita és Maródi Attila, Makovinyi Tibor és Truppel Marian segítették a felkészülést. A Szimbavölgyi kódja a 40-es. Használják, kérjük, hogyha szeretnék, hogy ők is a döntőben legyenek. Igazából mindenkit szeretnénk a döntőben látni, de sajnos ez nem lehet. De Diószegi Lászlót meg tudjuk hallgatni. Én is. No, hát azt hiszem, hogy nem olyan ritkaság, hanem egyedülálló, hogyha egy falunak a tánca és a táncnak egy motivuma, az a falu védjegyévé válik. Hát így van ez, Huszoddal,
és az uszódi gubbantossal, úgyhogy amikor mondtam, hogy legyen benne gubbantos, az teljesen fölösleges ott, mert uszódi tánc gubbantos nélkül az nem létezik. De akkor mutassuk meg, hogy mi az a gubbantos, tehát ugye van egy lippentős figura, amit itt elkezdenek, egy ilyen bevezető kicsi, utána dobják a lány, és ez a gubbantos, itt ez a kicsit ilyen totyorgós lépés. Még egyszer megnézhetjük most a lány felemelésével, mert ez is jellegzetes, hogy nagyon magasra emelik a lány. Ugye most már van rajtuk ilyen bugyogó, szerintem összefüggésben, mert egyre magasabbra emelték a fiúk, és aztán már a lányoknak kellett valamit tenni. Szóval ez a gubbantos. Azt is el kell mondani, hogy a táncház mozgalomtól számítjuk mi táncházosok az időszámítás, pedig ez nem így van, mert a két világháború között volt már egy előzmény, a Gyöngyös-Bokréta mozgalom, és akkor alakult meg az uszódi hagyományőrző népjegyüttes, és részt vett a Gyöngyös-Bokrétában, és ezért van mind a mai napig ott nagy hagyománya a táncnak, és itt előttem ülnek a kedves uszódi vendégek gyönyörű viseletükben, köszöntjük őket, és köszöntünk titeket is, hogy ezt idehoztátok, kiválóan formált koreográfia volt, ellenben a férfikart Zsombival együtt majd meghívom ott a folyosói éneklésre, mert rájuk fér. Jó? Köszönöm. Én is tovább fűzöm a dicséretet. Szeretem a papucsot a lányok lábán. Érdekes, hogy nem mindenkinek volt. Nem baj, hát van, aki fölvette, van, aki nem vette föl. Biztos abban nagyon nehéz táncolni, tehát a nézők látják, és hát nincs oda varva, nincs oda kötve, ki lehet bújni belőle, le is esik néha. Tehát semmi baj ezzel, nem esett le, tehát tökéletesen dolgoztatok ebben, nagyon, nagyon szépek voltatok. Szerintem, ha egy kicsit hosszú a középső tétel, akkor azt lehet rövidíteni. Minden táncnak jót tesz egy kicsit a rövidítés, és az nagyon tetszett a fölkérés a koreográfia elején, hogy fiúk oda mentek, udvariasan fölkérték a lányokat a táncba, mind olyan kis csemege, amivel érdemes foglalkozni, és érdemes fölhívni rá a figyelmet. Bordás Barnának üzenem, hogy nálam kapja a fizetését, jó? Szevasztok, köszi szépen! Köszönjük szépen!